Jó napot kívánok, Kárpáti Hortenzia vagyok, az EUSZOLÁR ZRT felnőtt képzési szakmai vezetője, és a következő néhány percben szeretném önöknek bemutatni intézményünk, cégünk felnőtt képzési tevékenységét. Az EUSZOLÁR ZRT 2012 óta működő napelemes rendszerek értékesítésével, forgalmazásával foglalkozik, és a Krovat Inverterek kizárólagos magyarországi forgalmazója. 2017. júniusától államilag engedélyezett felnőtt képző intézménnyé váltunk. Célunk olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel, megfelelő minőségben látják el a napelemrendszerek kivitelezését, karbantartását, szervizelését. Az államilag engedélyezett kifejezés korábbi megfelelője az akkreditált szó, ez valószínűleg többek számára jobban ismerős. Mi volt a célunk azzal, hogy a hatósági engedélyt megszereztük, államilag engedélyezett képző intézménnyé váltunk. A jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek a biztosítását szerettük volna ezzel megvalósítani hallgatóink számára. Nem volt kis munka, a hatósági engedély megszerzése, az engedélyeztetési eljárás, a képzési program kidolgozása, a minőségbiztosítási rendszerünk létrehozása, a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, finanszírozása, a jogszabályi feltételrendszernek való megfelelés, egy, illetve több éves munka és nem kevés anyagi ráfordítás eredménye volt. Miért volt szüksége erre az EUSZOLÁR-nak? Miért bővítettük tevékenységi körünket? Elnézést a diaminőségért, széles vászlú diát készítettem, és most pár percet csúsztattuk össze, hogy itt a kivetítőn mindent lássanak. Szóval miért bővítettük a tevékenységi körünket? Amint András is említette, a napelemszerelések, az eddigi napelemszerelések 80%-a hibás, és ahogy a Világgazdaság cikkéből kifotóztam, hiába süt a nap, ha rossz a szerelés. És a silány minőségű kivitelezések hátterében elsősorban a szakértelem hiánya állt. Céljaink a képzés létrehozásával, hogy a szakemberek megfelelő képzése révén garantálhassuk a telepítési szakasz minőségét is. Cégünk kizárólag olyan kivitelező partnerekkel dolgozik együtt, ahol a telepítő csapat legalább egy tagja, pillanatilag jövőben már több, rendelkezik a szakmai végzettséggel. Célunk másrészt az, hogy átadhassuk, kamatoztathassuk a napenergia hasznosítás területén felhalmozott elméleti és gyakorlati tudásunkat minden érdeklődő számára. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a napelemes iparág fejlődéséhez, színvonalásának emeléséhez, a zöld energia népszerűsítéséhez. A napelemes rendszer szerelése a villanyszerelő pályatükör részét képezi. A villanyszerelő szakképesítéssel rendelkező a fotovoltaikus berendezéseket szereli. Nem tudom, van-e itt önök között villanyszerelő? Igen. A kérdésem, a képen látható szituációban került-e a villanyszerelő képzés megszerzése során, gyakorlati oktatás során? Szerelte napelemes rendszereket? Igen? Ritka kivétel. Eddig csak az jutott el hozzánk, a hallgatóink mindegyike villanyszerelő, hogy éppen, hogy csak felületesen említették meg. Elnézést, a nyilak is. Tehát a legfrissebb OKE képzéssel rendelkező fiatal emberek mesélték, hogy a valóságban a tananyag elméleti részénél érintették a témát. Szó volt róla, kaptak néhány jegyzetet, viszont a gyakorlati képzés során egyáltalán nem került sor a napelemes rendszerek szerelésével, háztetőre mászással, inverterek beüzemelésére. A régi OKE-ek és az OKE előtti rendszer szakmunkás képzésének tananyaga pedig egyáltalán nem tartalmazta ezt a témát. A kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója elnevezésű államilag engedélyezett szakmai képzésünk hiányt pótol ezen a téren. Itt elsajátítható az a szakértelem, az a gyakorlati tapasztalat, melynek birtokában már nem követik el azokat a telepítő hibákat, amelyeknek következtében a napelemes rendszerek teljesen vagy részben, illetve idő előtt tönkre mennek, tönkre mentek, tönkre mehetnek,
vagy éppen kevesebbet termeltek, mint amire képesek lettek volna, vagy éppen tűz és baleset történt. Ezt nem sikerült szűkíteni, elnézést. Tehát a napelemszerelő képzésünkről beszélnék a továbbiakban. Bemeneti követelmény a villanyszerelő szakképesítés megléte. Ezen túl minimum egy év igazolt szakmai gyakorlat, foglalkozás egészségügyi alkalmasság. A képzés óraszáma 96 kontaktóra. Itt a kontaktórát hangsúlyoznám, ezt nem lehet megtanulni távoktatásban. A képzés 30%-a elmélet, 70%-a gyakorlat. Képzési helyszín Pécs. A program szerint 3 tananyag egységgel indulunk, 3 modulból áll, megújuló energetikai szerelési alapismeretek, szolárszerelési telepítési ismeretek, szolárrendszerek felügyelete és karbantartása a 3 modul elnevezése. Az általunk képzett hallgatók szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek az 50 kW alatti szolár villamos erőművek telepítését és karbantartását végzik úgy, hogy azok a lehető legnagyobb teljesítményt és működésbiztonságot biztosítsák. A többit nem olvasom fel, a többi kompetenciát képzési programunkban, weboldalukon megtekinthetők. Most röviden képzési kínálatunkról. Az első képzésünket már részleteztem, a napelemszerelő képzésünk, az államilag engedélyezett kis teljesítményű szolár villamos erőművek telepítője, karbantartója ellenvezésű képzés, az FKTV hatály alá tartozik. Ott jobb oldalon látják a tanúsítványt, amit megszerezhetnek azok, akik sikeresen levizsgáznak a képzésen. A vizsga két részből áll, elméleti és gyakorlati részből, írásbeli teszt és egy 60 perces gyakorlati feladatot kell sikeresen teljesíteniük. A baloldali fotón egy gyakorlati képzés pillanat felvételét látják, amikor a hallgatók a bitumenzsindelyes fedésű ferde tetőre felszerelt sínekre már a napelemeket rögzítik, jobb oldalt pedig egy elméleti óra felvétele. Következő képzésünk egy szabadpiaci képzés, a grovat inverteres napelemes és így tovább. A képzésen sikeresen levizsgázók számára lehetőséget adunk az Országos Grovat Service Partneri Hálózatban való részvételre, folyamatos munkamegbízás közvetítésével. A baloldali képen épp egy inverter belsejében csavaroznak a hallgatók, jobb oldalon pedig már a sikeres vizsga utáni felszabadult hangulatképét látják. Egy napelemszerelő csapat, napelemes rendszer telepítő csapat minimum 3 főből áll. Legalább egy főnek rendelkeznie kell a villanyszerelő végzettséggel, jogosultsággal. Ugyanakkor szükség van olyanokra is, akik biztonsággal mozognak a tetőn, ipari alpinisták, ácsok, tetőfedők. Az ő számukra hoztuk létre az 50 kW alatti napelemrendszer installálása, üzemfeltartása elnevezésű szabadpiaci képzésünket, ugyanis az ő számukra nincs lehetőség az államilag engedélyezett napelemszerelő képzésen részt venni, hiszen nem rendelkeznek erős áramú villamos szakképesítéssel. Ezen a képzésen bárki megszerezheti azt a tudást, amire kíváncsi a témában. Minden érdeklődő számára nyitott, jellemzően vállalkozások vezetői, illetve ipari alpinok, ácsok, tetőfedők jelentkeznek erre a verzióra. Amit nyújtunk képzéseink során, magas szintű elméleti és gyakorlati tudás a legfrissebb szakmai, jogszabályi, szabványi környezetben. Oktatóink kivétel nélkül villamosmérnöki végzettséggel rendelkeznek, és a szakma gyakorlásához szükséges egyéb szakképesítésekkel, jogosultságokkal, szaktudással, évtizedes oktatói tapasztalattal. Nem csak tanítják, csinálják is. A villamos és azon belül a szolár szakma elismert gyakorlati szakemberei, akik többek között részt vesznek a jogszabályi háttér, egyéb szakmai szabályozások kidolgozásában, felülvizsgálatában, elbírálásában. Felnőtt képzési szolgáltatásaink között szerepel az előzetes tudás mérése, az elhelyezkedési tanácsadás, és folyamatos munkamegbízást követünk arra igénytartók számára telepítői, szervizelői, karbantartói területen.
Létrehoztunk egy komoly tananyagbázist, online elérhető a felnőtt képzés weboldalról, ahova feltöltöttük a tankönyveinket, az előadások prezentációit, jegyzeteket, teljes mintadokumentációt napi bontásban, számpéldák, tesztfeladatok megoldással, és minden egyes képzési nap videófelvételét is feltöltöttük. Tehát ha valaki valamiért nem tud jelen lenni a képzésen, illetve a tudását elmélyíteni azzal, hogy újra megnézi nyugodt körülmények között otthon a videófelvételt, erre lehetősége van. Készítettünk egy online tesztkitöltő programot, feltöltöttük a teljes tesztadatbázisunkat, folyamatosan frissítjük, bővítjük, kiváló lehetőség a vizsgálatra való felkészüléshez, a tudás ellenőrzéséhez. Képzésünk alatt minden képzési napon ingyenes büféellátással szolgálunk, új, modern, igényes környezetben tanulhatnak hallgatóink. Telephelyünkön minden rendelkezésre áll a képzés tárgyi feltételeinek teljes körű biztosítására. Próbatetők, demótetők, korszerű tanterem, raktárunkból napelemek, inverterek, tartószerkezetek, szerszámok és egyéb szükséges felszerelés. Jobboldali képen szintén egy elméleti oktatás képkockáját tettem be. Amit nyújtunk és az extrák, a képzési órakereten felül munkavédelmi előadások, bemutatók, amelyeken részt vehetnek a hallgatók, gazek munkavédelem zuhanás biztonság közreműködésével, szerszám bemutatók, Milwaukee szerszámok bemutatásával, vásárlási lehetőséggel, tanulmányi kirándulásra adunk lehetőséget működő napelemparkokban, és lehetőséget biztosítunk igénye esetén plusz éles gyakorlatra, ahol kivitelező partnereink munkája során csatlakozhatnak gyakorlati hallgatóként. Továbbképzés során értékesítő partneri tevékenységre is van lehetőség, ez egy plusz opció, hogyha valaki nem csak telepíti, szervizeli a rendszereket, hanem van kedve kapacitása, akkor az értékesítési szakaszba is beléphet természetesen külön díjazásért. Itt még néhány felvétel, a balra fent egy szerszám bemutató felvétele, másik két kép pedig felvetetős telepítés. A jobb oldali képen a mérési gyakorlati óra egy képkockáját tettem be, itt pedig néhány képízelítőül különböző képzéseinkről. Ez pedig az egyik sikeres vizsga utáni vidám pillanat, csoportkép. Következő képzéseink. Értékesítő partneri képzésünk november 20-án indul. A Grovat Service partneri képzésünk januárban lesz. Jelentkezni az online felületen, regisztrálni a www.edusolar.hu oldalon lehet. A napelemszerelő képzés pedig 2019. szeptemberében lesz a következő, ugyanis az aktuális hamarosan a finish beér, itt épp most zajlik. A felnőttképzési törvény és minőségbiztosítási rendszerünk kötelező előírása alapján minden egyes képzés végén elvégezzük a hallgatók elégedettség mérését. Központilag kiadott kötelező kérdésekre kell válaszolni, 1-től 10-es skálán lehet értékelni a kapott szolgáltatást. A kivetítve látják két képzésünk eredményét, amit látható, mind a kettő 9 és 10 közötti pontszámmal zárult. Itt megkérdezik a hallgatókat, mennyire elégedettek a képzés elméleti részével, gyakorlati részének oktatóival, a tananyagok színvonalával, a tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel, a biztosított infrastruktúrális feltételekkel, oktatástechnika, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, és így tovább. A képzőintézmény képzés megszervezésével kapcsolatos tevékenységével, ügyfélszolgálattal, és a 9. kérdés pedig összességében mennyire felelt meg elvárásainak a képzésre vonatkozik. Büszkék vagyunk az eddig elért eredményekre, inspirál a további fejlődésre. Néhány hallgatónk véleményét gyűjtöttem ki, de csak egyet olvasnék fel.
A képzés alatt rengeteg új dolgot tanultam. Úgy érzem, azt a tudást kaptam meg, amiért jöttem. Évek óta kerestem iskolát a napelem telepítéssel kapcsolatban, de egyedül az Eruszolát tudott olyan ajánlatot adni számomra, ami megfelelő. Köszönöm, hogy részt vehettem az oktatáson. Gazda Károly volt hallgatónk. Nagyon sokan érkeznek hozzánk, több éves, esetleg 10 éven fölötti telepítői gyakorlattal, és mindannyiuk visszajelzése az, hogy nem is gondolták, hogy mennyi mindent nem tudtak még a szakmáról. Mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatók jól felkészültek, érthetőek voltak Presé Zoltán szerint. A kérdéseinkre megfelelő válaszokat kaptunk. Sok szerelésen túl voltam már a képzés előtt, mégis rengeteg újat tanultam tőlük. Folyamatosan dolgozunk a további fejlesztésen, bővítésen. Következő képzésünk hallgatói már élvezhetik 2 jelenlegi beruházásunk eredményét. 8 millió forint értékű mérési demonstrációs fal kerül felállításra oktatótermünkben. Januárban pedig átadásra kerül Siklóson saját kiserőművünk, ahol a képzési gyakorlat számára is kialakítunk egy oktatóbázist. Büszkék vagyunk eddig elért eredményünkre, természetesen önerőből ez nem jött volna létre. Köszönjük együttműködő partnerünk segítségét, akik közül néhányat rátettem a diára. Köszönöm szépen a figyelmet!